Estét kívánok, köszöntöm a Szombathelyi Televízió Műhely című magazin műsorának nézőit. 0620-2080-800, erre az SMS számra várjuk az üzeneteiket, és hogy mit nyerhetnek. 2x2 darab belépőjegyet a műtárgy esetek sorozat következő rendezvényére, amely a Képtárban lesz majd szombaton, esik még erről szó a mai műsor során, illetve 2 darab belépőjegyünk van a Watt Fruttik jövő szombati koncertjére, amely az Agora Savária Filmszínházban lesz este 9 órától. Érdemes tehát nekünk üzenetet küldeni, 2 jó programra nyerhetnek Önök belépőjegyet. És hogy mi mindennel várjuk ma Önöket, többek között szó lesz majd arról, hogy ismét útjára indul a nagy sikerű könyvhódítójáték. Ma van a város bombázásának évfordulója, erre a szomorú eseményre emlékezünk majd Katona Attila történésszel, és egy picit kalandozni hívjuk Önöket múzeumokba, mert hogy elindult útjára indult a Mozaik Múzeum túra, hogy mi is ez, arról Tóth Kálmán múzeumpedagógus lesz a vendégem, és vele beszélgetek majd. Lesz még szó természetesen kiállításokról, aztán mutatunk majd Önöknek még olyan eseményeket, amelyek az elmúlt héten zajlottak és fontosak voltak a város kulturális életében, de nem húzom tovább a szót, tartsanak velünk. Sini Toldi Márta, a Berzsenyi Dániel könyvtár igazgatója, a vendégem. Szervusz Márta, jó estét kívánok! Én úgy fogalmaztam az elején, hogy ismét útjára indul a nagy sikerű könyvhódítójáték. Én azt gondolom, nem túlzás ez a jelző. Igen, éppen mielőtt eljöttem ide, megnéztem a Szombathelyi Televíziónak azt a fantasztikus összefoglalóját, amelyet az első 2011-12-ben zajlott könyvhódítóról készített, és az embernek még a szíve most is megtelik melegséggel, mert annyira fantasztikusan jól sikerült, és annyira megmutatta, hogy igenis rávehetők a gyermekek. Erről mi is mutatunk egy rövid összeállítást, mert hogy beszélgettünk olyan diákokkal, akik már részt vettek ezen a programon, szándékoltan egy kicsit, talán éppen azért, mert a legjobb ajánló levél maga a program résztvevője, maga a gyerek. Nézzük ezt az összeállítást. A tündér, bóbita, bóbita táncol, körben az angyalok ülnek, békahadak fuvaláznak, sáskahadak hegedülnek. Bóbita, bóbita játszik, szárnyat igéz a malacra, ráül, ígér neki csókot, röpteti és kikacagja. Vörös Sándor egyik legismertebb versének zenélő soraival is találkoztak a tavalyi könyvhódítás szombathelyi nyertesei. A háromtagú Ladoga csapat, azaz Laura, Dorottya és Gabriella szívesen vett részt a költő műveivel foglalkozó vetélkedőn. Érdekes, meg ugye egy csapatmunkáról is szólt, meg ugye Vörös Sándornak az élete. Sokat kellett készülni? Nem annyira, de azért volt olyan, aminek utána is kellett nézni, meg... Mi volt a legnehezebb? Hát... Minden nagyon nehéz volt, vagy minden annyira könnyű volt? Inkább könnyű volt. Talán, hogy könnyűnek érezték, és szívesen csinálták a feladatokat, ez is segítette a lányokat a győzelemben. No és természetesen felkészítő tanáruk, aki elmondta, a verseny még egy pedagógus számára is hozott új ismereteket. Érdekes volt az, hogy föl kellett ismerni Vörös Sándor verseket ritmus alapján, vagy kotta alapján. Hát ebben kértük azért az énektanárnéni segítségét. Aztán érdekes volt, hogy a földrajzi ismeretekre is rákérdezett, hiszen Vörös Sándor nem csak Európában járt, hanem a Távol-Keleten, Ázsiában. Itt ezeket a helyeket is megismertük, hogy hol járt. Aztán... Színekkel is dolgoztak a gyerekek,
egy-egy versnek a színvilágát kellett megragadni. Aztán a fantáziaikat is oly módon megmozgatta, hogy egy-egy versnek az alakját le kellett rajzolni, vagy éppen általuk hogyan képzelték el azt jellemezni. Enikő néni mondta, a mentorunk, aki irodalmat tanít nekünk, és nyelvtant, ő mondta először, hogy ez a versenyt rendezi a könyvtár. Először ugye engem nem szántak új a csapatban, mert három embert kellett nevezni, és két osztálytársamnak lett hozzá kedve. Aztán ők vettek be így engem is a csapatba. És megbántad? Nem, egyáltalán nem, mert nagyon élveztem. Jó volt. Mi volt benne? Jó, mesélj egy kicsit róla. Mi volt érdekes például a feladatok között? Hát ugye sok rejtvény volt, meg hát ilyen interaktív feladatokat is, meg hogy így együtt kellett dolgozni, ugye, meg keresettünk könyvekből, a könyvtárba, az internetről is. Én csak így verses kötetekből, meg így szüleimtől, nagyszüleimtől hallottam verseit. Most sokkal jobban ismerem már, hogy így mélyebben kicsit bele kellett ásni az életébe is, műveibe is, meg ugye ezen a jutalomkiránduláson is sok minden újat megtudtunk róla az emlékházban. Ott voltunk végül is Csöngén, és ahhoz a múzeumban, amennyi emlék megmaradt Vörös Sándorról, a bölcső, meg a tanulmány eredményeit látva, hogy nem volt nagyon olyan hú de jó tanuló, úgy én is gondoltam, hogy én vagyok olyan rossz tanuló, hogyha ő is ilyen gyengébb volt, de aztán nem igaz, a sok verset meg látva jó élmény maradt. Én azt csodálom benne, hogy ennyi verset csak úgy ki tudott találni, hogy így volt erre képessége, hogy ő ilyeneket rímeljen, meg összeírjon. Ezek nem. Van esetleg kedvenc közöttük? Nincs. Mindegyiket úgy szeretem. Bóbita, Bóbita épi, hajnali köt fel a vára, termeiben sok a vendég, törpe király fia lánya. Bóbita, Bóbita álmos, elpihen őszi levélen, két csiga őrzi a tálmát, szúnyad az elsűrűjében. Most a kicsivel nagyobb bacskáknak lesz alkalmuk arra, hogy megismerkedjenek egy költő életművével, életével, mert hogy idén Nagy Gáspár áll a fókuszban, és talán azt is fogalmazhatnám, hogy rendhagyó eszközökkel kívánják a könyvtár munkatársai közelebb vinni őt az olvasóihoz. A bejátszott részlet már az első nagy könyvfordítónak a folytatása volt a kicsik számára, és tavaly Ottlik volt téma a nagyoknak. Most pedig kezdjük a nagyoknak szóló felhívással, és valóban Nagy Gáspár a téma, de a kicsik is sorra fognak kerülni. Ősszel indítjuk a kicsiknek szóló sorozatot. Változatlanul nagyon izgalmas, nagyon érdekes lesz. Mindig összedugjuk a fejünket a könyvtárban. Több kolléga elmondja, hogy mit lenne érdemes azért beépíteni a játékba, hogy vonzó legyen, különös legyen, izgalmas legyen. És hát most adódott a lehetőség, hogy miután az Y és az Z generáció már itt van, jelen van, és ott nőnek fel az elektronikus dokumentumok a képi világ közepében, hogy Nagy Gáspár megismertetéséhez ilyen önálló munka után létrehozandó alkotást kérjünk. Reméljük, hogy lesznek rá merész vállalkozók, mert ugye kétféle módon lehet majd eleget tenni a játékban kiírt feltételeknek, vagy egy elektronikus dokumentumot kell létrehozni, amely nagyon sokféle lehet, mindenki eldöntheti, hogy milyen úton, módon közelít, vagy elkészítheti képzeletből Nagy Gáspár Facebook profilját, vagy pedig egy filmetüdöt alkot arról, hogy mi szólította meg leginkább Nagy Gáspár életútjában, költészetében. Csak azért vágok közben, mert közben azon gondolkodom, hogy talán Nagy Gáspár kevéssé ismert abban a korosztályban, meg főként, és talán az is, hogy ő neki milyen szoros vasi kötődései vannak.
Pontosan ezért választottuk témául őt, mert idén van a 65. születésnapja, és úgy gondoltuk, hogy éppen ideje, hogy egy kicsit a középiskolás korosztály megismerkedjen az ő munkásságával. Vas megye szülötte, Kossuth Díjas költő, és nagyon-nagyon különös életutat járt be. Egyéni vers írási technikája, a posztmodern felé is kacsingató formavilága, ugyanakkor a régi hagyományokra nagyon támaszkodó, és a saját világlátását, erkölcsét nagyon szigorúan megtartó, ám de senkit ki nem rekesztő személyisége, mindig a kapcsolatokra orientáló nyitottsága példaértékű lehet abban a világban is, amelyben most élünk, hiszen nem olyan régen távozott el közülünk 2007-ben, és megjárta a hadakútját, hogy így fogalmazzak, mert teljesült a vágya a rendszerváltással, de voltak erősen kritizálható momentumok is, és soha nem hallgatta el, hogy mit gondol, és mint vélekedik arról, ami a nagy politikában történik. Mindig arra vágyott, hogy legyen egy olyan gondolkodó, értő emberi közösség, amely kimondja, elmondja azt, amit gondol. Ez egy nagyon fontos küldetés tudata volt, hogy ezt mindig teljesítse, és ugyanakkor meghallgassa másokat is. Ezért talán érdekes lesz a fiatalok számára is. Nem hagyja mankó nélkül a könyvtár a diákokat a felkészülésben, ebben pedig Bokányi Péter lesz majd a segítségükre. Igen, rendhagyó irodalomórával kezdünk, és azért, hogy gondoltuk, hogy ez a feladata nem egyszerű, ezért csak rendhagyó irodalom órára is várjuk az iskolák, osztályok jelentkezését, akkor is, ha nem indítanak csapatot a játékra, hiszen nagyon fontos lenne, hogy legalább egy rávillantás szintjén tudjanak többet a Vas megyében élő emberek, mert egy példamutató életutat szeretnénk így a figyelem középpontjába állítani, és azért adtuk a címet Bokányi Péterrel az irodalom órának, hogy a vallomásos költő, mert éppen az előbb már említett, a hazaszeretet, a szülőköz való ragaszkodás, a szülőföld tisztelete, az ősök teljesítményének megbecsülése, olyan hívószavak, amelyeket nagyon jó lenne átadni minden generációban, a családokon belül is. És hát majd egy irodalmi rendezvényen szeretnénk zárni, egyfajta versünneppel, amelyeken a pályaműveket is bemutatjuk, amelyeket elkészítenek a fiatalok, és ugyanakkor egy szép irodalmi est formájában ismerkedhet majd meg a közönség Nagy Gáspár költészetének egy kiválasztott szeletével. Még egy kis kulisszatitkot árulj el, Márta, mert lezajlott az első könyvhódító nagy sikerrel, akkor az egy unikális ötlet volt, és aztán azt is lehetett látni nekünk, akik figyelemmel kísértük a folyamatot, tényleg a csapatválogatástól a felkészítéseken át a gyerekek bemutatkozásáig, hogy mekkora szervező munka és háttérmunka is szükséges ehhez. Aztán elindult még egy, most meg újabb kettőről hallunk, ez öröm a szakma beliek számára is? Mindig kettő indul folytatásképpen, mert két korosztályt célzunk meg, és most a 14 év fölöttiek, és a kicsiket mondjuk 10 és 14 év közöttieknek, tehát mindig két korcsoport van minden évben. Az első volt a leghatalmasabb szervezés, de arra pénzünk is volt, hiszen Európai Uniós pályázatból az a felkészítés, amire te is emlékszel, csak úgy volt lehetséges olyan neves személyiségek, illusztrátorok, irodalomhoz értő személyiségek, az érzelemmel foglalkozó, az érzelem átélésével foglalkozó pszichopedagógus. Tehát minden olyan, amit ki lehet az irodalmi művekből kincsként emelni és magunkkal vinni,
azokra rámutattunk a felkészítés során. Most ez a felkészítés elmarad, mert nincsen már pályázati pénz hozzá. A Péter előadása már ide tartozhat. De azokkal az eszközökkel, amelyek a könyvtárban rendelkezésre állnak, most is megtesszük. Vannak nagyon kreatív kollégáink, sokféle kompetenciával bír az a csapat, amely a könyvtárban hivatásának tekinti az olvasás szeretetének az ébren tartását, ennek a továbbadását, és most ezekkel dolgozunk, de vannak segítőink, azok a tanárok, akik közreműködtek, Celldömölktől Szent Gotthárdi Kőszegig, most is újra hadrafoghatók, hívhatók, mert ahogy hallottuk a bejátszásban is, ők maguk is érdekesnek találják. És van olyan könyvtáros kollégánk, mert a megyében dolgozó könyvtárosok is partnerünk természetesen, aki elmondja minden alkalommal, hogy hirdettünk információs olimpiát 20 évvel ezelőtt a megyei könyvtár. Akkor ez egy nagyon érdekes vállalkozásunk volt, és most már vannak olyanok, akik jönnek a versenyekre, az akkor gyermekként a versenyben résztvevő, ma már szülővé érett vállalkozók, és emlegetik még mind a mai napig, hogy milyen érdekes kalandozásra hívtuk őket. Szeretnénk ezt megőrizni, ez egy nagy megyei összefogása. Még egyszer hangsúlyozom, a könyvtáros társadalomnak, a pedagógusoknak, és nem utolsó sorban a szülőknek is, akik biztatják a gyermekeket, hiszen az az első gála, amelyet a Bartók teremben megrendeztünk, ott 300 résztvevőnk volt, és nagyon sok szülő is elkísérte a gyermekeket. Úgyhogy együtt vagyunk ebben, mindazok, akik az olvasást értéknek tekintjük. Március 10-e a jelentkezési határidő, addig várja a Berzsenyi Dániel könyvtár a csapatok jelentkezését Nagy Gáspár emlékének megidézésére. Nagyon köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy elmondtad. Rejtett műtárgyak nyomába eredhettek a hétvégén a kalandozók az Ízeumban, a műtárgy esetek soron következő rendezvényén. A legfontosabb vagy legizgalmasabb leletek, ezek a pici ólomtáblák, amiben egyszerűen egy hegyes szöggel, egy hegyes tárgyal bekarcolták a megrendelő nevét, a kelmének a fajtáját, súlyát, és azt az összeget, amiben aztán a festés kerülni fog. Rákötötték ugye a festendő ruhadarabra, és így dobták bele a színezékbe, így aztán ugye nem lévén alkoholos filc, ugye ez volt az egyetlen egy mód az, hogy ugye a festékből kiemelve pontosan tudják, hogy kinek a ruhadarabja, kinek kell visszaszolgáltatni. Sosztarics Otto azt mutatja, hogyan festettek kelmét az első-második századfordulóján. Az Ízeum világhírű, azt viszont kevesen tudják, hogy 1900 évvel ezelőtt a szentély területén textilműhely működött. Ez ma Pannónia talán legjobban ismert textilfeldolgozó műhelye. Minden folyt itt a gyapjúfeldolgozástól kezdve javításig, festésig, leginkább ez az utóbbi izgalmas, és olyan tárgyak kerültek elő az eszközökön, a gyártás eszközein túl, pici, apró, jelentéktelennek tűnő kis ólomlapocskák. Ez összevetve mondjuk a szaváriai kőemlékeken lévő nevekkel, hát bizony egymást nagyon jól kiegészíték. Igen, gyakran találunk olyan családok neveit ezeken a kis ólomkarcolatokon, amelyek az egyéb feliratokról is ismertek. Tehát tulajdonképpen ezek ilyen patyolacédulák. Devecseri Bence már több műtárgy esetek rendezvényen is részt vett. Most azt sorolja, az Ízeumban milyen érdekességeket látott. A festékeket, a fonalkat, meg az textil anyagokat. A felnőttek előadásokon ismerhették meg a textilművesség leleteit, a gyerekeket pedig érdekes foglalkozások várták az Ízeumban berendezett műhelyben. Ezúttal a római textilművesség fázisait ismerjük meg a gyerekekkel. Egy nagyon-nagyon kedves mesét hívtunk ehhez segítségül, amely alapot ad ahhoz, hogy megismerjük, miként készül a fonál, miként készül a vászon, és abból hogyan
készülhet el a viselet. Mi a római kort idézve a gyapjút emeltük ki ezekből a fázisokból és ebből a textil hagyományból, és természetesen elkészítjük a magunk kis szövetét, elkészítjük a római viseletet. A hónap műtárgyát bemutató sorozat a Szombathelyi Képtárban folytatódik. Szombaton Kecskés Ágnes Petőfi című goblenje köré szerveznek családi délutánt. És erre a családi délutánra nyerhet majd kétszer-két darab belépőjegyet az a szerencsés nézőnk, aki SMS-t küld nekünk. Történelemmel folytatjuk egy közelebbi múlttal. 1945. március 4-e Szombathely gyásznapja volt, fogalmazhatunk így is, és most adásunkkal egy időben erre emlékezik a város, mi pedig itt a stúdióban Katona Attila történésszel. Szervusz Attila, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mik a legfontosabb tudnivalók ezen a napon? Elhangoztak már sokszor azok az információk, hogy az angol száz légierő hány hullámban, hány bombát, hány bombázóval, de azt gondolom feleleveníteni ezeket az alapismereteket, ez mindig hasznos. Így is lehet, értelemszerűen ugye a helyi médiumokból, akár a múlt heti, vagy a mai napilapból is szerintem eléggé korrekt információkat nyerhet mindazon érdeklődő, aki foglalkoztat, hogy mi is történt 1945-ben Szombathelyen. Ugye azt is tudjuk mindjárt, hogy ennek a kerekebb évfordulója következő esztendőben lesz, és miként a tévéhíradó bejátszásából itt lehetett látni, hogy már elindul a kampány, én úgy gondolom, hogy... Már most a kampányt arra értjük, hogy emléktárgyak, gyűjtik az emléktárgyakat, igen, mert most ebben az időszakban ez egy kicsit másképp is hangozhat. Nem hiszem, hogy ez annyira rossz, tehát hogy emléktárgyakat gyűjtenek a civileknél, amelyek fellelhetők, hiszen azért egy 70 év, vagy most itt 69 évvel ezelőtti eseményről ugye egyre fogynak már a szemtanúk. Erről sem szabad nekünk megfeledkezni. Na most a másik ilyen dolog nyilván, hogy Szombathely populációja az nagyjából a 60-as években megduplázódott, és hát tulajdonképpen valljuk be, hogy a ma a városi populáció töredéke az, amelyik... Törzsgyökeres? Hát nevezzük így, hogy törzsgyökeresnek, tehát akiknek a felmenői itt a 40-es években éltek még a városba. Tehát akkor egy 40 000-es fős városról van szó. Ugye ma, hát úgy ilyen izgatott formában 80 000 fő, hát már 80 000-et sem érje. Ámbától 1944-45-ben, ha tetszik, hanem... Ugyancsak, ilyen van, nagy lélekszámú. Lényegesen meghaladta, igen. Sőt, hát ugye nagyon pontos kimutatásokkal nem rendelkezünk, meg nagyon mobil volt a helyzet, de egyes adatok szerint még a 120-130 000 főt is elérte a város. És ez hogy lehetett? Ez természetesen úgy van, hogy a 44 novemberétől Budapesten döntenek a szálasi kormányzat embere, és megkezdik a főváros kiürítését, és úgy gondolták, hogy az állami intézményeket azt Nyugat-Magyarországra hozzák, elsősorban Sopron, oda kerül ugye a törvényhozás is, illetve hát a nagyobb településeken, így többek között ugye Vas megye és Szombathely az egyik lehetséges célpont. Ugye akkor még ezt úgy tartották, hogy így védhető területen lesznek, és erre egy mondat erejéig még azért visszatérnék, és valóban azért egy 260-270 kilométerre voltak a fővárostól, és hát az oroszok ugye decemberben érik el a budapesti főváros, karácsony tájékán kerítették be Budapestet. És kitelepítették így az intézményeket. Nyilván az elképzelés az volt, hogy majd, ha megváltozik a katonapolitikai helyzet, akkor visszamennének. Ugye ez egy túl zsúfolt város lett, és hát a II. Világháború végén mindenütt ez volt a helyzet, 1944-45-re, Német Birodalomban különösen, hogy menekült áradatokkal volt ez kibélelve, tehát nem csak állami intézmények, hanem úgymond spontán jövő menekültek meg. Hát az állami intézmények alatt ugye oktatási intézményeket is kell érteni, amelyek ugye a keleti területről folyamatosan jöttek, és újabb helyet jelöltek ki számukra. Így következhetett be, hogy a város létszámú így nagyra duzzadt, és hát amikor arról kell beszámolnunk, hogy körülbelül mekkora lehetett a pusztítások következtében a halálos áldozatok száma, akkor hát mindig tudni kell, hogy ez nyilván a korabeli közigazgatás jelentése alapján, mert hisz
Részben ugye a kórházi sebesültek, ha ki később haláloznak el egy bombatámadás következtében, korán sem biztos, hogy bekerülnek ebbe a kategóriába. Meg hát nyilván voltak olyan csoportok, akiket hát nem regisztráltak, tehát nem biztos, hogy mindenkit megnyugtató módon tudott a korabeli közigazgatás regisztrálni. Tehát innét is lehetnek eltérő adatok. Azért mondjunk egy nagyságrendet, hát ez, amiben mondjuk ma megegyeznek a történészek. 438, ugye volt korábban, tehát korábban alacsonyabb számok is, tehát 301 néhány, 314-15 körüléről beszéltünk, tehát ezek a számok ezért változhatnak értelemszerűen, újabb és újabb, hát nem tudom én, adatokkal bővülhet ez a képlet. Mármint a bombázások következtében elhalálozottaknak a száma. Egyébként, bocsánat, annyi jutott még eszembe, hogy említetted, hogy a szemtanúk száma egyre fogy, még talán feldolgozatlan történetek is vannak, de a történészek mennyire lehetnek abban biztosak, hogy ennek a napnak a történetét megnyugtatóan tudják? Hát ugye ez a történészek egy ilyen mitikus figuraként jelenik meg, mert hiszen igazából ugye ez a téma inkább helyi történészeket érdekel. Ennek az összes erényével... Ha mondjuk egy szombathelyi tankönyv íródna a város történetéről, akkor ezek a lap az erről szóló lapokon mi minden szerepelhetne? Erről szóló lapokon ugye az információkat, hát most attól függ, hogy ezt helybeli szerzők követik el, vagy mondjuk budapesti, tehát országos szerzők. Nyilván ők, és ebből a szempontból fontos a helytörténészeknek a munkája, hát ők kevésbé rendelkeznek olyan kapcsolati hálóval, hogy megtalálják azokat a szereplőket, jól visszaemlékezőket, esetleg írott dokumentumokkal vagy tárgyi dokumentumokkal rendelkezőket, akik itt eligazítást tudnának tartani. Ez nyilván a helytörténészeknek a kiváltsága, és éppen ezért az egy fontos szereplő, akár a médiumoknak is, hogy, és erre gondoltam én, hogy ez az akció az egy jó ötlet, mert valljuk be, hogy a magyar történetírásban még a II. Világháborús hátország történetének az országos megírása is nagyon hátra van. Nagyon keveset tudunk erről. Tehát roppant keveset, hogy mi is történt 1900, mondjuk 41 és 45 és között a hátországban. Tudható be? Hát azt mondhatnám, hogy ennek azért van egy érdeklődés része is, tehát hogy van-e ilyen típusú érdeklődő. Nyugaton ezek jobban feldolgozott témák. Ha vannak és látunk már nyugati feldolgozott témákat, akkor általában annak a módszertanát előszeretettel ültetik át. Bocsánat, mondok egy ilyen zárójeles történetet. Nem a bombázáshoz, a II. Világháborúhoz tartozik, ugye, tehát mondjuk a nők megerőszakolásával kapcsolatos tanulmányokat mégiscsak a német irodalom tette le komolyabban, vagy a németországi irodalom tette le az asztalra, és nyilván magyar történészek ezt a metódust használva a budapesti források alapján próbálták ezt számszerűsíteni. Ugye? Most a dolgok azok vitathatók, a mennyiségek azok vitathatók, ugye abortuszokról van szó, ezek vitathatók, de mégis a kiugró szám az a egyéni közbeszédet tudományos technikával támasztotta alá. Ez hiányzik. Egyébként az első világháború hátországáról sincsenek olyan nagyon attraktív jó könyvek, holott ezek a hátországot sok tekintetben átformáló, tehát mentálisan gondolkodás szempontjából átformáló események. Ez a társadalomtudományi kutatás lenne, ez azért még várat magára. Az a probléma egyéb iránt, az igazi nagy probléma, hogy a levéltári forrásanyagok azok közigazgatási jellegűek. Tehát, és akkor nem írnak arról a sok mindenkiről, aki itt volt azokban a napokban. Egyik legutóbbi számba jelent meg egy bolt hallgatónk, Nagy Robertnek az írása mondjuk a szombathelyi légitámadásokkal kapcsolatosan. Ő a légó oktatás és általában a légvédelemnek a szerepéről szólt, hogy erre hogyan reagál a közönség. Ugye? De amikor el kell menni és megnézni, hogy milyen források vannak, akkor kiderül, hogy a közigazgatási iratanyagok azok nagyon sok propagandisztikus, utasításos dokumentumot tartalmaznak, de jóval kevésbé az, hogy mindezt az emberek hogyan élték meg. Ugye erre elsősorban az orál história alkalmas, mint forrás. Ugye itt azért fel kell kutatni azokat, akik hát gyakrabban, vagy esetleg kiszolgáló személyzete voltak ennek a légvédelmi helynek, és hát
Nyilván ők sok személyes olyan élményt is mondanak, ami számukra óriási élmény, de nyilván ennek a szűrőjén keresztül kell elhaladni, és áthaladni, és egyfajta összegzést írni. Ennek nincs még igazából jó módszertan a Magyarországon, tehát még igazából várat magára. Szombathely esetében egy lehetőség, hogy mondjuk, hogy nyilván ehhez a bombatámadás értelemszerűen egy ilyen nagy pillanatot jelentett, meg gondoljunk arra, hogy mondjuk a bombatámadás utáni romeltakarításban nem csak a városiak vesznek részt, hanem a város környéki populációt is hát beterelik, hiszen a törvény ezt lehetővé tett, és akkor vidékről járnak be napokon keresztül itt romeltakarítást. Én ezekről igazából ilyen jó cikkeket úgy kevésbé láttam, és biztatnám azokat a szereplőket, egyéneket, akiknek vannak így akár tárgyi emlékeik, akár hosszabb személyes élményeik, azokat azért osszák meg a közel, mert csak úgy alakul, alakul ki egyfajta nagyobb narratíva, amit nyilván a következő esztendőben, ha majd erről ilyen szélesebb körbe is a város lakossága megemlékezik, akkor egy újabb nyitópontot jelent, hogy a város II. Világháború alatti történetét is bemutassuk, most már a helybéliek szempontjából. Részletek a híradóban. Nagyon szépen köszönöm, Attila, a beszélgetést, és még éppen odaérsz a koszorúzásra, amely éppen adásunkkal egy időben zajlik. Köszönöm. Kedves nézőink, mi pedig, amivel a következőkben folytatjuk, az egy összeállítás, mégpedig arról, hogy a múzeumban különböző pedagógiai módszerekkel igyekeznek elérni azt, hogy minél többen látogassanak az intézménybe. Ilyen például a Ketten kössünk egy kévébe sorozat, és aztán mondunk majd egy másfajta múzeumpedagógiai programot is. A Szombathelyi Képtár őrzi hazánk legnagyobb modern textilgyűjteményét. Egy raktárnak meg kell felelnie hasonló követelményeknek, mint egy kiállító térnek. A diákok ezen a foglalkozáson a művészettörténész és a textil restaurátor munkájával ismerkedhettek meg. Új alkotásokat, főleg textilből, amiket a restaurátor kezel, és neki kell vigyeznie az épségére, hogy ne legyen víz és fény, meg por. A Ketten kössünk egy kévébe című sorozat a múzeumi kutató munkával ismerteti meg a diákokat. A gyerekek a múzeum kulisszái mögött betekinthetnek a háttérben folyó munkákba, illetve két olyan szakember munkáját ismerhetik meg, akik hát együtt dolgoznak, vagy egymásra kényszerülnek, és nálunk a művészettörténész és a restaurátor munkája ez, amit leginkább a gyűjteményi raktárakban nézünk meg, illetve ott beszélgetünk erről. Az Oladi iskola hatodikosai több múzeumi intézménybe is ellátogatnak. Azzal a felhívással fordult hozzánk a Szavária Múzeum, hogy 4 alkalommal el tudunk jönni Szombathely múzeumaiba. Ennek nagyon örültünk, mivel hát sem a szülők nem érnek rá, sem a gyerekek egyedül nem tudnak eljönni múzeumokba, így megismerhetjük Szombathelynek szinte az összes múzeumát. Foglalkozásokon vehetünk részt, ezzel gyarapszik a tudásuk, és így történelemből és sok minden tárgyból ezzel segítségünkre lehet ezek a foglalkozások. Néhány hatodikos ezzel a látogatással a Mozaik Múzeum túra egy állomását is megjárja. A matricagyűjtő játékban 300 hazai múzeum és kiállító hely vesz részt. A 300 hazai múzeum és kiállító hely között szombathelyiek is vannak, melyek ezek, kérdezem Tóth Kálmán múzeumpedagógustól. Szervusz Kálmán, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A Szavária megyei hatókörű városi múzeum minden tagintézménye benne van a játékban, a Vasi Múzeumi Látványtár kivételével, tehát Szombathely 7 intézményt lehet felkeresni, hogy az ember a gyűjteményét kialakítsa. Mert hogy mi is ez a Mozaik Múzeum túra? A múzeumokat népszerűsítő országos játék, amely egy matrica gyűjtő füzet betöltésével. Ha megkérhetnélek, meg is mutatnál a nézőknek? Nagyon szívesen jár, tehát ezt a kis füzetet kell beszerezni, ez a múzeumokban és egyes könyvesboltokban szerezhető be, és majd, hogy nem
és ezt most egy nehéz szívvel mondom ki, de múzeum látogatás nélkül is lehet nyereményeket elérni, viszont már az is egyfajta érdeklődés, hogyha az ember egy ilyen füzetből megismer néhány érdekes helyszínt. Bocsánat, csak akkor a kedves nézőink jobban látják, hogyha így magad elé veszed, és akkor az operatőr kollégáim egy kicsit meg még, ha meg is döntöd. Igen, akkor látszódik, igen. Tehát ez egy klasszikus matrica gyűjtő füzet, amelyben itt van az a fekete-fehér lenyomat, amire a színes matricákat akkor lehet ragasztani, ha ezt valaki mondjuk egy múzeum látogatás után beszerzi. Ugye az elsődleges cél nyilván a múzeumok megismertetése ennek a mozaik kívül és belül, hogy ezek ugye külső matricák, és mondom, ehhez még be se kellett menni a múzeumba. Ezt picit sajnálom, de van egyébként olyan része, amelyikhez viszont be kell de menni. De tételezzük fel, hogy aki már egyszer arra adja a fejét, hogy részt vesz ezen a túrán, akkor végig is járja. Igen, és nem megkeresi a nyitvatartási időnek azokat az a pillanatait, amikor is lehet jönni. Az azért nagyon fontos, azt gondolom, hogy azért nem kell Debrecenbe és Nyíregyházára, meg Pécsre is elmenni, hogy egy gyűjtőfüzetet tele tudjunk ragasztani, igen, mert hogy ezek azért területileg tematikusak. Így van, területileg tematikus, ez a Nyugat-Dunántúli példány, amit tartok, hát nem meglepő módon a kezemben, és ebben 35 Nyugat-Dunántúli intézmény, múzeumi intézmény külső képe helyezkedik el, és akkor hadd beszéljek már végre belső matricákról is. Ehhez viszont be kell menni a múzeumokba, aki bármilyen jellegű rendezvényen, vagy éppen hát múzeumlátogatásra jegyet vált, ő kap egy belső matricát, ami a intézménynek egy belső képét mutatja. Ebből négyet kell összegyűjteni, és akkor egy következő játék lehetősége bontakozik ki előtte. Mert hogy nyereményjáték is, ez természetesen, igen, aki van. Ezt az interneten keresztül eljutatja a megfelelő kódokkal a megfelelő helyre, és javaslom, hogy mindenki ennek nézzen utána a Mozaik Múzeum túra program van, kapcsán. Így van, hogyha a füzetet kézbe vesszük, vagy egy múzeumban ellátogatunk és rendelkezünk egy okostelefonnal, akkor a QR kód segítségével minden szükséges információ letölthető. Ugye a múzeum pedagógiának mindenféle formájában az az elsődleges célja, hogy a múzeumban zajló munkát is megismertesse az érdeklődőkkel. Az, hogy egyébként jó ötleteket kaphatunk például ebből a Nyugat-Dunántúl című sorozatból, hogy hova érdemes mondjuk egy hétvégi kirándulást szervezni, azon túl is nagyon sok mindent tudnak még mutatni a múzeumok. Igen, hát a múzeum pedagógia szó elhangzott el, egy picit reflektálnom kell, kicsit ijesztő is tud lenni valakinek, hogy itt már megint tanítani akarnak velem valamit. Nos, hát azért a múzeumok olyan helyek, ahol olyan dolgokkal találkozhatunk, amivel máshol nem. És most a dolgokat kicsit kiterjesztve értem, de nyilván műtárgyakkal és az eredeti tárgyakkal való találkozás lehetőség az nem adott más intézményekben. És ehhez járul egy szaktudás, illetve a most, hogy már hazai vizekre vezzünk, a saját kezdeményezéseink mind arra irányulnak, hogy ezekkel a tárgyakkal foglalkozó kutatókkal való találkozás is a múzeum látogatás élményét fokozza. Milyen programokba kapcsolódhatnak bele azok, akik mondjuk a Szavária Megyei Hatókörű Városi Múzeum intézmény hálózatát szeretnék kicsit alaposabban is megismerni, nem csak az ott kiállított éppen aktuális tárgyakat. Akkor kicsit mehetünk életkorok szerint, ugye? Mehetünk, kezdhetjük röviden. A legkisebbektől, például a múzeum nyitogató programból pont az előbb láthattunk egy kis bejátszást. Ez egy bérletes sorozat. Felsősöknek is van egy másik vonulata, és hát ez most már a ötödik foglalkozásnál tart, ami szeptemberben indult. Hogy persze nagyon örömmel várjuk a nagyobbakat is, egy picikét azért jobban örülnénk, hogyha az iskolák, a felső tagozatosokat, a gimnazistákat is ezt nem fosztanák meg a múzeum élvényétől. Tudom, hogy sok nehézséggel jár egy múzeum látogatás megszervezése, de mi mindig igyekszünk ezeket a nehézségeket áthidalni, és a magunk részéről megtenni mindig mindent. És hát, hogyha felnőtt korosztálynak szólnánk, akkor Szabad Egyetem, a Múlt Jelent Jövő című szabad egyetemi képzésünket említeném, aminek a végén lehet vizsgát tenni, tárgyat vezetősködni, önkéntesként segíteni, és lehet csak érdeklődőként betekinteni. Holnap este pont lesz is egy ilyen alkalom. Egy mondatban, hogy mi mindent
láthatnak holnap este? Holnap este a római kőtár kerül sorra, dr. Tóth Endre régész, aki hát ízig-vérig Szombathelyhez kötődik kutatásai tekintetében is sok mindenben. De római kőtárról nemrégiben írt egy nagyszabású könyvet, egy katalógust, a múzeum adta ki, és hát Tóth Endrét fogjuk hallani a kövek üzenete Lapidarium Savariense című előadásával. Ami azért is aktuális, mert ugye éppen most zajlik a kövek átköltöztetése az eredeti helyükre. Tisztelettel köszönöm a beszélgetést, Kálmán. Nagyon köszönöm, hogy itt lettem. Önöket pedig még egy rövid összeállítás erejéig a képernyő előtt tartanám. Egy ország a Duna mentén, ezzel a címmel nyert vándor kiállítás, amely a Városházán látható. A polgári védelem napját kívánták így közelebb vinni az érdeklődőkhöz. Dokumentálták a Dunai árvizet, és emellett egy gyermekrajz pályázatot is hirdettek. Erre a pályázatra érkezett alkotásokat is láthatják a Városháza aulájában a kíváncsiak. Kedves nézőink, a mai műsorból a sorsolás maradt hátra. 2x2 darab belépőjegyet sorsolok a következő percekben a műtárgy esetek következő programjára jövő szombatra, ahol egy Goblennel, Petőfi arcképével ismerkedhetnek majd meg. 06 30 569 62 27-es számról üzenetet küldő kedves nézőnk. Az egyik nyertes, a másik pedig a 06 20 227 43 25-ös szám tulajdonosa. 2 darab belépőjegyünk van a Vadfruttik együttes koncertjére, amely március 15-én este 9 órakor kezdődik az Agora Savaria Filmszínházban. 06 30 411 34-10-es számról üzenetet küldő kedves nézőnk a nyertes. Köszönöm a figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!